Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már csak a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Porcsalma településen élünk, férjemmel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Két kisgyermekünk van. Családi helyzetünk, házasságban élünk. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPL közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, hiszen azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk. Az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szadlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Köszönjük! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Semennyire? Még annyira nem. Még annyira nem? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Széthúzás. Aztán? Nehezebb az élet, mint régebben? Többet kell dolgozni? Mi baj van még? Túl sok a probléma egyszerre. Tehát nem tudom, gondoltál-e már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Azért jöttünk össze? Hát ugye nézzük meg, hogy mit lehet tenni azért, hogy jobb legyen a világ, de először is nézzük meg azt, hogy mi baj van ezzel a jelenlegi világgal. Hát ugye ez itt általános, amit fogok mondani, amit már esetleg, aki már többször látott tőlem előadást, ugye az hallotta, illetve látta, hogy van egy elbutulás a világunkban. Tehát az emberek tudatlanabbak, mint régebben. Tehát elvesztették a józan paraszti eszüket. Szó szerint, mert elvették tőlük a józan paraszti eszüket. Hát mivel vették el jellemzően? Hát a túliskolázottsággal. Szó szerint. Tehát minél inkább valaki túliskolázott, annál kevesebb a józan paraszti esze. Nyilván vannak kivételek, de ez a jellemző. És ugye ez látni, hogy
minél kevésbé iskolázott egy réteg, annál inkább nem oltatták be magukat az emberek a Covid idején. Minél iskolázottabbak az emberek, az a iskolázottabb rétegről van szó, annál inkább beoltatták magukat. Beoltatták magukat egy olyan dologgal szemben, amiről szinte halvány fogalmuk nem volt, és beoltatták magukat olyan szerrel, amiről halvány fogalmuk sem volt, hogy mi van benne. De még azoknak se, akik beadták. Szóval ugye ebből látni, hogy elég nagy elbutulás volt. Én abban az időszakban, amikor ez a Covid kérdés volt, voltam fogászaton, és a fogorvosom az totál ki volt akadva azon, hogy járvány idején oltanak. Ugyanis járvány idején sose oltottak. Járvány előtt volt az oltás mindig, mert járvány idején a legyengült szervezet, tehát ha beoltják, akkor tuti, hogy megbetegszik. Oké? És mondom, a fogorvosom az teljesen ki volt ezen akadva, hogy lehet járvány idején oltatni az embereket, illetve oltani az embereket. És nagyon érdekes, mert ugye ezt senki nem vette figyelembe, de gyakorlatilag az orvosok sem. Tehát az orvosok sem szóltak egy szót se azzal szemben, hogy hé, hát mi nem oltottunk sose járvány idején, csak járvány előtt. Tehát járvány megelőzésére van oltás, amikor már a járvány elhatalmasodott, akkor ha oltanak a járványjal, avval a járványjal szemben, akkor még több beteg lesz. De egyébként ebből a szempontból ugye elég érdekes a világunk, mert tehát világviszonylatban, aki konkrétan a Covid-ba haltak bele, az nagyon kevés volt. Tehát az nagyon kevés volt. Tehát persze, hát tudjuk azt, hogyha valaki ilyen-olyan betegséggel küzd, és még mondjuk kap egy influenzát, akkor az könnyen belehal az influenzába. És hát nem az influenzába, hanem gyakorlatilag az alapbetegségeibe hal bele, mert hát ugye egy legyengült immunrendszer még kap egy plusz vírust is, és akkor kész, persze. És ha megnézitek, én ugye folyamatosan figyeltem az akkori statisztikákat, hogy ugye fönn volt az interneten, hogy mibe haltak meg az emberek, tehát milyen egyéb betegségeik voltak, és gyakorlatilag olyat nem találtam egy fiaembert se, akinek nem volt előtte tudott betegsége. Ami azt jelenti, hogy mind úgy halt meg, hogy volt valamilyen betegsége, vagy betegségei, és arra tette rá a pontot, az íre gyakorlatilag a Covid. Na most csak ezért mondom példaként, ez egy példa, hogy mekkora hát elbutulás volt, ami ugye látható volt, hogy az emberek mennyire elbutultak, hogyha ilyen egyszerű dolgokat nem néztek utána. Mi az elbutulás és a gondolkodás, ugye a másik véglet, közt a különbség? Hát ugye aki gondolkodik, az mérlegel. A mérlegelő ember meg utána néz dolgoknak. Tehát attól, hogy valakinek valamit mondanak, vagy akár sokan mondják, nem hiszi el, hanem utána néz szakembereknél. Ha ő nem szakember azon a területen, akkor utána néz szakembereknél. De hát mondhatod azt, hogy itt a Covid idején hát szakemberek mondták azt, hogy oltassák az emberek be magukat. Erre én azt mondtam, hogy ugye megkérdezném, hogy mennyit fizettek nekik azért. Vagy mivel fenyegették meg, ha nem mondják. Oké? Tehát lényeg az, hogy vagy megfizették, hogy mondják, vagy megfenyegették, hogyha nem mondják, akkor
ezt ugye tudjuk is, hogy az orvosokat is megfenyegették, hogy ha nem oltatják be magukat, meg stb. Stb., meg nem csak az orvosokat, hanem sok munkahelyen, ha nem oltatják be magukat, akkor kirúgják őket, stb. Stb. Tehát azért mondom, hogy voltak fenyegetések is, meg gondolom, akik a médiában megjelentek, azok meg nagyon jól megfizették, hogy mit mondjanak. Hát most gondold végig, a médiában, ez köztudott már, mióta a média létezik, mióta van rádióműsor, hogy egy bemondó nem mondhat azt, amit akar. Annak leírják, hogy mit mondhat, főleg egy hírolvasónál. Leírják, hogy mit mondhat, és attól egy szóban sem térhet el. Mert ha eltér, akkor kirúgják. Tehát a felolvasandó szöveg az kötelező jellegű számukra. És hát ezt most csak azért mondom, hogy az emberek elhisznek olyan dolgokat, tehát egy hiszékeny ember tudti, hogy tudatlan. Oké? Minél hiszékenyebb valaki, annál tudatlanabb. Tehát a hiszékenység az egy mérőfoka a tudatlanságnak. Tehát erre volt egy nagyon jó példa, még egyszer mondom, a Covid, hogy az emberek tömegei elhitték azt, amit mondtak a médiából, amit sugároztak. Elhitték. Elhitték. Tehát ami azt jelenti, hogy nem néztek utána. A legtöbb ember még csak nem is gondolt utána. Tehát ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, ezt bárki megtapasztalhatta már az általános iskolában. Az, hogy ha a tanár vagy a tanárnő nem akarta, hogy egy diák mondjuk egy dolgot tovább csináljon, akkor azt mondta neki, hogy na ezt százszor leírod, hogy ezt nem fogod csinálni, vagy azt fogod csinálni helyette. És a gyerek, ha leírta százszor, akkor utána tudta, hogy nem csinálta. Na és ezt a szabályt alkalmazták a médiában. Hogyha egy ember százszor hallja, hogy mit tudom, oltassa be magát, akkor beoltatják magukat. Érted? Az emberek zöme így működik. Mert nem gondolkodnak, hanem egyszerűen beépül a tudatalattiukba ez a gondolat, és a tudatalatti azt az utasítást adja számára, hogy cselekedj úgy, ahogy százszor hallottad. Jó, tehát ebből látni, hogy nagyon nagy a baj abból a szempontból, hogy nagyon el vannak butulva az emberek, és jellemző, hogy az alacsony végzettségű társadalmi réteg azt mondta, hogy miért oltassam én be magam, mikor nem tudom, hogy mi van abban. Oké, és ezt a magasabb végzettségű társadalmi rétegnek eszébe se jutott ez a gondolat. Eszébe se jutott. Hogy miért oltassam be magam, hogyha nem tudom, hogy mi van abban. Oké? Jó, szóval mondom, ez csak egy példa, hogy milyen, tehát egy bizonyított példa, hogy mekkora az elbutulás társadalmi szinten. És szó szerint mondok egy másik elbutulást, jó? Tehát a média megint csak hatására, ugye mit csinálnak az emberek? Hát ugye a média azt sugallja, és valamilyen szinten ez igaz is, hogy milyen kényelmes, hogyha te nem használsz pénzt. Ugye az milyen kényelmes? Azt nehezebben tudják ellopni. Nem? Azt is sugallják. Mert a pénztárcádat ellophatják, vagy elhagyhatod a pénztárcádat. Hát a bankkártyádat elhagyod, akkor nem biztos, hogy tudják használni. Tudod, legfeljebb mondjuk vásárolni tud vele, mert ugye azon rajta vannak az adatok. És vásárolni lehet vele, de bizonyos összegig tud vásárolni.
Szóval lényeg az, hogy ugye sokkal biztonságosabbnak van ítélve, mint a készpénz, és sokkal kényelmesebbnek van ítélve, mint a készpénz. De nem gondolják végig az emberek azt, hogy minél inkább elérik az embereknél, hogy ne legyen készpénzforgalom, annál kiszolgáltatottabbak lesznek az emberek. Ezt nem gondolják végig. Mert a készpénzed az a tied, az a te tulajdonod. A bankszámládon lévő virtuális összeg, mivel az virtuális, akár mennyire gondolod, hogy nem virtuális, akkor is virtuális. Mert azt akkor bocsátják a rendelkezésedre, ha használod. Ha nem használod, az a pénz az nem áll rendelkezésedre, az nem a tied. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bankszámládon, ha nem használsz fel készpénzt, akkor bármikor megszüntethetik az összeget. Ha te mondjuk egy következő COVID-32 esetében nem oltatod be magad, akkor fogják, azt mondják, hogy jó, akkor holnap a bankszámládon nincs egy megveszekedett forint se. Vagy dollár, vagy euró, vagy akármi, ahogy most hallgatod. Érted? Ezt meg tudják csinálni. Csak hogy tiszta és világos legyen. A készpénzednél ezt nem tudják megcsinálni. Érthető ez? Ha neked készpénzed van, ezt nem tudják avval megcsinálni. A vagyonoddal, amit készpénzre tudsz váltani, azt nem tudják avval megcsinálni, érted? De a bankszámláddal bármikor meg tudják csinálni. Tehát bármikor meg tudják csinálni a bankszámláddal, hogyha valamiben nem fogad szót, már nincs is rajta összeg. Ezt én tudom, hogy meg tudják csinálni, mert láttam ilyet. Az eurós számlánkon volt valami 2,4 euró havi kezelési költség, de ilyen 2,4 meg még 2 volt, ez a havi költség. És akkor, vagy 4 euró, már nem tudom, mert nem most volt, már lassan egy éve. Vagy 4 euró a havi kezelési költség. Igen, 4 euró, mert 2000 valamennyi volt rajta. 4 euró valamennyi volt. Tehát, és nézzük a bankszámlánkat, mínusz 2000 euró, 2000 valahány száz euró van rajta. De erről már beszéltem. Mínusz 2000 valahány száz euró. Rögtön hívtuk a bankot, ha hova lett a pénz? És akkor kiderült, hogy a 2, mit tudom én, hány ezred euró, vagy 4, akárhány ezred euró helyett, vagy tized század, mit tudom, euró helyett, ezred volt, mert fogtak, levontak 4000 valahány száz eurót. Érted? A számlámról. Jó, elnézést kértek meg minden. De meg lehet csinálni. Ha véletlenül meg tudják csinálni, akkor kész akarva nem tudják megcsinálni. Oké. Okay. Jó, és utána természetesen visszaírták az összeget. De mondom, a kezelési költségként levontak 4000 valahány száz eurót, a 4 euró valamennyi helyett. Jó? Tehát, mondom, gondoljátok végig, hogy simán tudják zsarolni majd az embereket a bankszámlájukkal. Simán. Nem fogad szót. Hát ez ugyanolyan, mint a munkahely. Nem fogad szót, akkor nem fizetik ki neked a fizetésedet. Ugyanez. Az állam is meg tudja csinálni, azt utasítja a bankoknak. Jó, nincs kifizetés, mint ami volt Görögországban, Cipruson, hogy nem vehették föl, csak naponta, mit tudom én, hány euró összeget vehettek föl az emberek a bankszámlájukról. Érted? Ez volt, nem is olyan régen volt. Á, jó, de az már régen volt. Ez viszont nem olyan régen volt a ciprusi meg a görög,
hogy ahogy a bankokból csak kevés összeget vehettek föl az emberek napi szinten. Tehát most gondold végig, és az emberek kényelmi szempontból nem készpénzt választják, hanem a bankkártyás, vagy akár már telefonos fizetési módot. Érted? És ez nagy baj, mert ezáltal a következőt is megcsinálhatják. Tehát, tudjátok, vannak ezek a kriptovaluták, igen. A leginkább az első ugye a bitcoin. A legrégebbi, legismertebb a bitcoin. És ugye amikor én megismertem, akkor valami 10 dollár volt egy bitcoin. És akkor mondták, hogy vegyek, e-mailbe jött, nem vettem. Nem bántam meg. Na szóval, az ilyen kriptovaluták azért hagyják, hogy működjön, hogy teszteljék a lakosságon és magát ennek a pénztelen dolognak a működését. Ugyanis az a tervezet, hogy majd ha a lakosságot rá lehet venni arra, hogy ne használjanak készpénzt, akkor át lehet állni erre fajta pénzügyi működésre, mint amiben a coinok vannak. Tehát például a bitcoin is. Na most, ennek mi a problematikája? Megnézitek, a bitcoin például ott van a tőzsdén. Nem tudom, szoktátok-e nézni, a tőzsdei árfolyamok ingadozását én szoktam, csak úgy kíváncsiságban, nem rendszeresen, úgy mikor eszembe jut. És akkor meg szoktam nézni mondjuk a bitcoinnak az ingadozását is. A bitcoin ingadozása bármilyen más tőzsdei eszközhöz képest óriás. Fölfele is, lefele is. Óriás. Tehát sokszorosa, mint bármilyen más tőzsdei terméknek az ingadozása. Tehát magyarul úgy játszanak a coinokkal a tőzsdén, ahogy csak lehet. Szó szerint. Na most az azt jelenti, hogy ugye ezt is tesztelik, és akkor úgy lehet, ha az embereket rá lehet szépen vezetni arra, hogy kényelmi és biztonsági szempontból bankkártyákat, illetve telefonokon keresztül fizessenek, és minden azon keresztül virtuálisan bonyolódjon, mert ez virtuális, hiszen akkor készpénz nem lenne, akkor úgy lehet ingadoztatni az árfolyamát a pénznek, amit még eddig soha. Érted? Ahogy a kedvük szottyan, szó szerint. Ha éppen kedvük szottyan arra, hogy mondjuk jó legyen az árfolyam, akkor fölemelik. Ha azt akarják, hogy rossz legyen az árfolyam, akkor leviszi. És ez nehogy azt higgyétek, hogy hát ez egy utopisztikus gondolkodás, úgysem csinálnak ilyet. Mi az, hogy úgysem csinálnak? Létrehoztak egy olyan vírust, ami gyakorlatilag egy influenza vírus volt, ez a Covid. Mondom, létrehoztak. Nem magától jött létre. Utána megetették vele az emberiséget, úgy, ahogy van. Na most ezektől az emberektől, akik ezt megcsinálták, attól mi a ló? Tudod, mit vársz? Mit vársz? Milyen jót vársz? Gondold végig. Jó, tehát egyszerűen nem értem meg azokat a tudatlan embereket, és megint visszatérek ide a tudatlanságra, akik nem néznek utána, ha nem értetek valamihez, akkor hallgass meg szakembereket, érted? Hogy mit mondanak ezekről a
szakemberek, érted? Nem az, hogy mit mond a szülőd, vagy a gyereked, vagy a szomszéd, vagy a barátod, az kutyát se érdekli, érted? Mert nem szakember. Hanem mit mondanak a szakemberek? A Covid idején is a szakembereket meg lehetett hallgatni, és a Covid idején a szakemberek azt mondták, hogy ne oltasd be magad, érted? Hát persze a szakembereknek nem adtak a médiába hangot, hanem csak azoknak a szakembereknek adtak, akiket meg tudtak fizetni. Akik lelkiismeretesek voltak és nem voltak megfizethetők, azok nem kaptak szót a médiában, de tudtak erről egyéb ilyen alternatív kisebb médiákban megjelenni, megszólalni, mint például én is. Tehát például nekem a Covid időszakban egy teljes év képzési bemutatói díjmentes anyagot törölnöm kellett, mert különben törölni akarták az oldalamat, a YouTube-on. És egy teljes éves anyagot kellett törölni. Szóval lényeg az, hogy tessék átgondolni, óriási az elbutulás. És te a világban egyedül vagy. A barátaid ugyanolyan tudatlanok, mint te vagy. Oké? A barátaidra hiába hallgatsz, az azon a madarat tolláról, ember barátjáról ismerni meg. Ugyanazon a szinten vannak, mint te vagy. Hiába akarsz rájuk hallgatni. Neked szükséged van, csak nem tudod, egy olyan közösségre, ahol vannak, bocs, hogy ezt kell mondanom, náladnál okosabb emberek. Érted? Inkább azt mondanám, hogy eszesebbe. Eszesebbe. Oké? Nem biztos, hogy okosabbak, de hogy eszesebbek, az biztos. Oké? Miért? Mert az okosságot a diplomákból méri. Hány diplomája van valakinek? De az eszességet nem. Az eszességet avval mérik, hogy hogy tudja megoldani az élethelyzeteit helyesen egy ember. Világos ez? Tehát mondom, gondold végig, hogy megoldottad egyedül a Covid időszakban a dolgokat? Van, aki megoldotta, de a legtöbb ember nem tudta. Egy csomó olyan tanulónk van már a közösségben, aki sajnos beoltatta magát. De már, mivel itt van a közösségben, már nem oltatná be magát. Érted? Ha akkor előtte itt lett volna, nem oltatta volna be magát. Tehát az embernek van egy szüksége egy olyan csapatra, közösségre, ahol az ember biztonságban, nagyobb biztonságban tudhatja magát. Kapcsolja be a másikat is. Még mindig meleg van. Vagy így jó? Jobb? Jobb lett valamivel? Jobb? Jó. Szóval, de milyen közösség? Tehát egy olyan közösség, ahol az ember nagyobb biztonságot tud elérni, de nem csak nagyobb biztonságot tud elérni, mert ugye a biztonság az mire vonatkozik? Hát az nyilván vonatkozhat az életedre, az vonatkozhat, tehát hogy legyen egy, mondjuk egy egészségügyi biztonságot, hogy mit jelent az egészségügyi biztonság? Hogy nem betegszel meg. Az az egészségügyi biztonság, hogy nem betegszel meg. Oké? Tehát az is egy biztonság, hogy az ember nem betegszik meg. Hát ha megnézzük a betegséget, minden betegség gondolkodás hiányosságából ered. Oké? Minden betegség. A helytelen gondolkodásból ered. Minden betegség. Tehát, ha az ember elkezd helyesen gondolkodni,
akkor nem lesz beteg. Vagy legalábbis nem lesz súlyosan beteg, érted? Csak ilyen kisebb betegségeken fog átesni. Hát most gondold végig, melyik a jobb? Ha az ember végig betegeskedi az életét, több súlyos betegséggel, mondjuk kórházba is rendszeresen megfordul, vagy nem jár orvoshoz. Tehát most mondjuk megnézem az én egészségügyi állapotomat, amióta összeházasodtam, csak onnan számítva, azt mondja, hogy harmadik vagy negyedik körzet is orvos van, én eddig kettővel találkoztam. Tehát, igen, igen, amikor jogosítványt hosszabbítok, akkor találkozok orvossal. Mert mikor anyósom nálunk lakott és kijött hozzá az orvosnak, akkor találkoztam vele a körzeti orvosunkkal. Szóval lényeg az, hogy eszesebbnek kellene lenni, eszesebb emberek kellenek ezen a bolygón, sok-sok eszes ember. Mennyi eszes embernek kellene lenni ahhoz, hogy változás jöjjön létre? Akármilyen hihetetlen, 320 millió. Az emberiség 4%-ának. Tehát az emberiség 4%-a az meg tudná javítani ezt a világot. Annál kevesebb szám nem. Oké? Hát ugye eleve az emberiség 20%-a az elnyomó, ő rájuk semmit nem lehet számítani. A 80%-a az szociális ember, hála Istennek. És a 80% 20%-a 256 millió. Gyakorlatilag az 256, igen, jó. A 80% 20%-a az, amelyik sokat tehet. Tehát amelyik többet fog tenni, mint a maradék. Az ugye mennyi? 80% 20% az 16%. Nem? 1.280.000. Na, az, aki tud tenni, de igazából ez a 4%-ból indul el. Tehát a teljes emberiség 4%-ából. Tehát a 20% 20%-ából. Szóval, nézzük tovább. Hogy csináljuk? Tehát az embereknek tudást kell adni. Tudást kell adni, és szükségük van az embereknek arra is, hogy valahova forduljanak kérdéssel, amikor valamiben elakadnak. Oké? Tehát nem csak tudás kell, hanem szükséges segítség, amely abból áll, hogy az emberek hozzáfordulhatnak náluknál tapasztaltabb, több tudással rendelkező emberekhez. Hozzáfordulhatnak. Tehát hiába van tudás, ha az ember elakad. Könnyű az elakadás, főleg a mai világban. Miért mondom ezt? Hát mert az embereket rengeteg rossz hír és probléma éri. Mert nyilván zömében rossz hír. És ezek a rossz hírek és problémák mit okoznak az emberekben? Létrejön egy rossz hangulat. Abban a pillanatban, mint létrejön egy rossz hangulat, elég, hogy rosszabb hangulat jöjjön létre. Létrejön, és az illető már is elfelejtette a tudást. Olyankor a legtöbb esetben kell egy külső segítség, hogy az ember észbe kapjon. És ismét feljöjjön hangulatba, és képes legyen arra, hogy a tudását azt használja. Ezt az emberek
Sajnos nem nagyon tudják, hogy így működnek. Minden ember így működik. Hát észrevetted már bizonyára életedben, hogyha rosszabb hangulatba kerülsz, mint előzőleg voltál, akkor gyakorlatilag még annyit sem tudsz gondolkodni, mint előtte. És elkezdesz teljesen ilyen ösztönös működést átvenni. Tehát magyarul annak alapján működsz, amit a múltban megéltél. Na most egy baj van ezzel, hogy a jelen soha nem azonos a múlttal. És ha a jelenben egy ember pontosan úgy cselekszik, mint a múltban, tudti, hogy hibázik. Mert mondom még egyszer, soha nem azonos egy jelen a múlttal. Tehát az embernek mikor jön egy olyan helyzete, hogy mondjuk hall egy rossz hírt, vagy éppen egy probléma nyomja őt, majdnem agyon, akkor kell segítség. És a segítség egy átlagember számára, aki nem része mondjuk a PPA közösségnek, az, hogy fölkeres egy szakembert, és egy vagon pénzt kifizet a segítségért. Óránként mondjuk sok ezer forintot. Tehát az olyan segítők, akik az embereken azon a szinten segítenek, hogy egy problémájukon át tudjanak jutni, azok mivel abból élnek, sokat kérnek. Oké? Mivel abból élnek? Viszont itt mi PPA-s vezetők nem abból élünk, hogy tanácsot adunk az embereknek. Na. Ezért mi díjmentesen tudjuk adni a saját csapatunkban lévő tanácsokat. Mert nem ebből élünk. Hogy miből élünk? Mi abból élünk, kétféle jövedelmünk van. Kettő. Az egyik, a kisebbik jövedelem, az abból származik, hogy akinek már magasabb a jövedelme, annak van 30, 40, 50 vagy akár több száz tanulója. Tanulója. De ez a kisebbik jövedelem. Tehát két jövedelem. Két jövedelemből könnyebb élni, mint egyből. Nem tudom, tapasztaltad-e már életedben. Én megtapasztaltam. A nagyobbik jövedelem abból származik, hogy létrehoztunk a tanulókból egy szervezői csapatot. Tehát hozzásegítettük a tanulókat ahhoz, hogy ők is szervezzenek tanulókat. Hát most gondold végig, ha mondjuk te hozol mondjuk, nem egy nagy számot mondok, mondjuk 30 tanulót. És mondjuk lesz 10 olyan tanulód, nem ebből a 30-ból, mindjárt meglátod. 10 olyan tanulót, aki szintén hoz 30 tanulót. Akkor az 300 tanuló. És az 270-nel több, mint a te 30 tanulod. Nem tudom, világosan. És ha megnézzük, 300 tanuló az 10-szer annyi tandíjat fizet, mint
30 tanuló. Az azt jelenti, hogy 10-szer annyi pénz oszható fel azok között, akik szerveznek. Tehát tök logikus, hogy a 300 tanuló után több jutalék lesz felosztva, mivel a bevétel, a tanulói tandíj bevételnek a 76%-a jutalék felosztásba kerül. Ezért nyilvánvaló, hogy akik foglalkoznak azzal, hogy hoznak tanulókat, és már meg tudják azt csinálni, hogy segítenek embereknek, hogy ők is hozzanak, akkor abból, amit úgy hívnak, hogy hálózatépítés, jóval több jövedelmük lesz, mint abból, hogy tanulókat hoztak. És mivel a rendszer úgy van kitalálva, hogy ameddig valaki itt tanul, addig jutalékot kapnak az érdekeltek benne, tehát akik érdekeltek voltak az ő tanulói szervezésében, ezáltal itt egy hatalmas passzív jövedelemről is beszélünk. Mert csak egyszer kell valakit tanulóvá tenni, másodszor már nem. Persze vannak olyanok, akik abba hagyják, és utána valaki még egyszer tanulóvá teszi, de nem ez a jellemző. Hanem az a jellemző, hogy a tanulók nagy része az bizony éveken keresztül, akár évtizedeken keresztül rendszeresen fizeti a tandíjat. Na most gyakorlatilag olyan programot más szervezet nem tud nyújtani sehol a világon, rajtunk kívül, ahol várhatóan azok, akik benne vannak a rendszerben, évekig vagy akár évtizedekig fogják fizetni azt az összeget, amit befizetnek a céghez. Most azért mondom, nem mondtam világosan ezt, mert máshol is erről szól a történet. Ha valaki vesz mondjuk egy hálózatépítő szervezettől egy terméket, akkor oda is be van fizetve az összeg a termékért, és azt is szétosszák, de ők soha nem fognak 76%-ot szétosztani. Vagy ha 76%-ot szétosztanak, akkor az a termék baromi keveset ér. Oké? Okay? De ugyanúgy más szolgáltatásnál sincs erre lehetőség. Pénzügyi szolgáltatásban piacvezetők voltunk ezzel a módszerrel. Oké? Okay? Tehát ha valaki leértékeli ezt a módszert, akkor hogy értünk el két piacvezetői téren ezzel a módszerrel piacvezetői pozíciót? Érted? Senki más nem csinált ezzel a módszerrel szervezést azon a két pénzügyi területen, csak mi, és mi lettünk mind a két területen piacvezető, az én vezetésemmel. Tehát biztos ilyen szar ez a módszer. Oké? Tehát a hagyományos szervezési módszerekkel mind mögén kerültek azokon a területeken. Világos voltam? Tehát, hogyha te nem hiszel a hálózatépítés módszerében, akkor hogy a fenébe pipáltuk le az összes konkurenst? Pedig volt bőven. Oké? Okay? Szóval, gondold végig, hogy az ember eszesedni akar. Ha elakad, kap segítséget. És
elkezdhet felépíteni egy olyan jövedelemforrást a munkája mellett, ami később szabad életet biztosít a számára. Miért? Mert a passzív jövedelme az mondjuk 98% lesz, érted? Vagy 99 a jövedelmének. Akkor tud az ember szabad életet élni, ha passzív jövedelemből él. Mit jelent a passzív jövedelem? Az, hogy megdolgoztál érte, de most nem kellett megdolgozni érte. Érted? Hanem a múltban dolgoztál meg érte. Tehát most gondold végig, mit tudom én, hozol egy tanulót. Azt mondja, hogy mondjuk mennyi után a jutalék? Elkezdesz számolni az első hónapot, és mi van a második, a harmadik, a negyedike? Ezt már nem kellett szervezni. Mondjuk itt két évnél számoljuk. Egy szervezés, ami mondjuk egy mennyit vehet igénybe? Rossz esetben 2 órát. Oké? Mondjuk 2 órát igénybe lesz. És mondjuk csak 2 évet számoltam. Kapsz utána, azt mondja, hogy 25-ször minimum. Azt mondja, hogy az 3 az. Körülbelül 80 ezer forintot. Minimum. 2 óráért. Az 40 ezer forintos óradíj, drága csillag. Hol keresel 40 ezer forintos óradíjat? Mivel keresel 40 ezer forintos óradíjat? Oké. Tehát ne arra gondolj, hogy mennyit keres az első hónapban. Én van, aki után 20 hány éve? 9 éve kapok rendszeres tandíj befizetése után jutalékot. 29 éve! Először kellett szervezni, azt sem én szerveztem, hanem az egyik emberem. Sőt, azt mondja, hogy az emberem, emberének az embere szervezte. És utána 29 éve kapok jutalékot, érted, a tandíja után, a tandíj befizetése után. De nem hallottál még arról, hogy sok kicsi sokra megy? Most gondold végig, mit tudom én, mondjuk a vezetőknek van olyan 20-30 tanulójuk, az igazgatóknak ilyen 40-50 vagy akár több száz. Mondjuk nézzünk egy konkrét példát. Mondjuk 30 tanuló. Az 30 tanuló után 2 év alatt mondjuk a 30 tanulóra a nemekkel együtt mondjuk ráfordított az illető mondjuk 200 órát. Csak most mondtam valamit. Oké, a nemekkel együtt. 200 órát. És a, csak a 30 tanuló, az 30x80 ezer forint, az mennyi? Az 2 400 ezer forint. Hol keresel te 200 órával 2 400 ezer forintot? Hol? Akkor számolt ki mekkora óradíj, és már beleszámoltam a nemeket is. Számolt ki. 2 400-at osztál 200-at. Jó? És nem számoltam azt,
hogy abból a 30 tanulóból mindenkinek van egy csomó olyan embere, aki alatta szervez. Több olyan ember van, akik alatta szerveznek, mint természetesen ő. Jóval. És azt nem számoltam. Tehát mondtam, hogy mindig az a magasabb jutalék, amit a csoport utáni szervezés után kapunk. Ráadásul, hallottál már olyan rendszert, hogy beléptél tanulónak, itt vagy tanulóként, valaki szervezett, lehet, hogy interneten keresztül, és itt vagy mondjuk fél éve, semmit nem csináltál, csak tanultál, vagy még az se, mert mondjuk még a tanulásod is úgy volt, hogy vagy meg tudtad nézni, vagy meg tudtad hallgatni, vagy nem. Ugye ez nem jó, de hát, mert nem ezért jöttél. És közben mondjuk a fél év alatt megnézed, fölmész az oldaladra, a PPH-s oldaladra, fölmész, ugye a PPH az a Problem Prevention Holding-nak a weboldala, bemész az irodámba, megnézed a partnereim, csoportaim listát, és azt látod, hogy jé, hány ember van alattam? 100, és egyet se hoztam. És akkor megnézed, jé, ezek közül mennyi fizet, pedig én nem is hoztam egy embert se. És mi lenne, hoznál embert, akkor részesedhetné azok után is. Tehát nálunk úgy vannak, hogy a tandíjnak pont értéke van. Ez itt volt, itt van hátul, mindjárt mutatom. Tandíjnak van pont értéke. De hátra szaladunk. Azt mondja, hogy menjünk még. Jó? Még? Itt van. Az első havi tandíj akciósan az 19.700 forint, az 39,4 pont. Tehát az azt jelenti, hogy egyszerűen ki lehetne számolni, hogy megszorozza az ember 125 forinttal, havonta annyi jutalék. Ha csak közben a tanulód karrier szintje nem emelkedik. Mert ha emelkedik, akkor több a jutalék. Oké? A második hónaptól 9800 forint. Ugye az a tandíj, az az akciós tandíj, amit vállalunk, mert akciós volt neki az első havi tandíja. Az azt jelenti, hogy 25 pontot ér. Azt megint ki lehet számolni, hogy 125 forinttal, az havonta annyi jutalék. Oké? Na most. Nézzük tovább. Ha a csoportodban fizet valaki tandíjat, függetlenül attól, hogy te hoztad, vagy bárki más hozta, akkor a karrier szintedtől függően a karrier az úgy jön létre, hogy minden hónapban minden pontszámot, ami alatta termelődik, te megkapsz. Jutalékot nem, csak a pontszámot. Jutalékot akkor kapsz, ha te szerveztél már tanulókat. Oké? És szerveztél, azt mondja, hogy mindjárt mondom, azt mondja, hogy 8 tanulót, onnantól kapod a jutalékot, csoport után, 8 tanuló után. De az a jutalék az 50 forinttól indul pontonként, és 263 forint is lehet pontonként. Tehát több,
mint a 125 forint, akár. És mindenki után, aki a csoportodban van, azután, és tandíjat fizet, azután kapsz pontot, és ha te szervező vagy, és magasabb szinten vagy karrierben, mint az alattad lévő, akkor azután minimum kapod az 50 forintot. Oké? Vagy annál többet? Éppen kiszámoltuk valakinél, hogy két csoportja van, egyik vezetőnél, két csoportja van, hogy mennyit keres az egyik csoport után, 50 forintot, pont ennyire jött ki. A másik után 195-öt. Oké? Négyszer annyit majdnem. Ja? Ami azt jelenti, hogy negyed akkora teljesítmény mellett keres után, azután a csoport után annyit, ezt most képletesen mondtam, mert nem negyed a teljesítmény, hanem körülbelül ugyanannyi a két csoport után. És a csoport után 195 forintot keres. A példában, amit én levezettem itt, itt 50 forintokkal vannak számolva. Oké? Nem, nincs számolva 195 forinttal. Jó? Csak 50-nel számoltam például. 50 forinttal. Tehát a legkisebb összeggel számoltam a példát. Szóval, ezt csak azért mondom, hogy gondold végig, mit csinálunk? Eszesebbé tesszük az embereket. Hogy ne butuljanak el akkor, mikor rossz hangulatba kerülnek, tudunk segítséget nyújtani. És lehet szabad jövedelmet elérni. Passzív jövedelem a szabad jövedelem. Az aktív jövedelemért minden hónapban dolgozni kell. Az aktív jövedelem az töredéke egy idő után a passzív jövedelemnek. És azért gondold végig, ezen a bolygón meg kell csinálni az eszesedést. Ezt én üzenetbe kaptam, hogy ez egy küldetésünk, meg kell csinálni, és csak ez a szervezet tudja megcsinálni. Meg kell csinálni. Különben ennek az emberiségnek annyi. Úgy jár, mint az előző emberiség. Eltörlik, csak itt egy rosszabb helyzet van. Az előző emberiség óta eltelt egy csomó idő, több ezer év, sok ezer év, és gyakorlatilag a kísérlet lejárt. Ennek az emberiségnek a kísérlete lejárt. Tehát ez egy kísérleti bolygó volt. Lejárt december 12-ével 2012-ben, illetve 22-ével december 12-ben. Tehát 2012. december 22-e lejárt. Miért vagyunk még életben? Mert sokkal jó ember. A bolygó jó, 80%-a az jó ember. Csak nem kéne hagyni magadat elbutulni. Mert ha elbutulsz jó emberként, akkor a buta jó ember az már nem túl jó ember. Tényleg. Oké, ez a baj ezzel. Csak az okos, értelmes, eszes jó emberek a jó emberek. Miért? Mert a buta jó emberek nem csinálnak semmit. Tehát nem tesznek a jóért semmit, hanem azt várják, hogy mások tegyék meg. Oké? Tehát igenis a jóért tenni kell, hogy a jó létrejöjjön ezen a bolygón, tenni kell. Az életedben, a családod életében, hogy jó dolgok legyenek, azért is tenni kell. Minden jóért tenni kell. És ha megnézed, a rossz hangulatú emberek nem tesznek semmit a jóért. Semmit. Még a családjukban sem.
És itt van egy közösség, bolygószinten teljesen egyedülálló, amely egy eltitkolt tudást kell, hogy elvigyen az emberiség számára. Az eltitkolt tudás pedig arról szól, hogy ismerjük az élet, és ismerjük az ember működését. Miért baj az, ha valaki ismeri az ember és az élet működését? Miért baj? Olyan nagy baj lenne számodra, hogyha megismernéd az ember és az élet működését? Ráadásul óránként a tandíj 420 forint, vagy 440? 20. Súgták. Érted? Miért baj? Eszesed. Hol? Mit kap? Milyen képzést kapnak az emberek a világban bárhol 420 forintért óránként? A válasz? Semmilyet. Semmilyet. Nincs. Óránként nincs ilyen összegben, vagy ez alatt képzés. Nincs. Például a korepetálni akarja valaki, vagy korepetáltatni akarja valaki a saját gyerekét, aki mondjuk első osztályos, ennyiért senki nem fogja vállalni. Még a ötödikes sem. Oké? Még az sem. Én korepetáltam még általános iskolás koromban egy ismerősünk gyerekét, oké, mit tudom, hány évvel alattam járt, hát akkor fizetett érte, vagy 200 forintot óránként, mikor én gyerek voltam, mert vagy 100 forintot, valami ilyesmit legalább. Hát ez akkor nagy pénz voltam. Jó, szóval nem ingyen volt. No, szóval, gondold végig, hogy még egy dolog ezzel kapcsolatban. Tehát ugye az is üzenet volt, hogy létre kell hozni egy új korszakot, amit úgy hívnak, hogy szeretetkor. Tehát ennek az emberiségnek már a szeretetkorban kellene lennie. És ha nem lesz szeretetkor, akkor ez törlik ezt az emberiséget. Tehát szeretetkornak kellene lenni. Van dolgunk, korszakot kellene alkotni. Egy új korszakot kellene megalkotni. A szeretetkort. Miért nem akarsz korszakalkotó lenni? Apád volt korszakalkotó? Vagy édesanyja? Nem. Hát te lehetsz korszakalkotó. Beírhatod magad a történelembe. Érted? Melyik szülőd írta be magát, vagy nagyszülőd, vagy dédszülőd, vagy ükszülőd a történelembe? Nekem egy se. De te viszont beírhatod magad a történelembe. És ugye mit jelent a szeretetkor? A szeretetkor tudod, mit fog jelenteni? Azt, hogy fel leszel készítve a felsőbbrendű létformába való visszajutáshoz. Az az időszak, a szeretetkor szükséges ahhoz, hogy mindenkit felkészítsen, aki oda bekerül, a szeretet, tehát visszakerüljön a felsőbbrendű létformába, hiszen onnan jöttél. Csak oda vissza kellene kerülni. És azzal a tudás szinttel, amivel most vagy, bocs, de nem tudsz visszakerülni. Senki. Én sem. Oké? Pedig higgyétek el, hogy bolygószinten az élet és az ember működéséről, hát az egyik legtöbbet tudok. És amit nem tudok, azt meg tudom kérdezni az Istenemtől, és megkapom rá a választ. Oké? Jó, szóval lényeg az, hogy gondolkozz el, miért nem vagy itt már? Főleg, ha már nem az első előadás, amit láttál. Miért nem akarsz te szabad lenni?
Miért nem akarsz te korszakalkotó lenni? Ezt gondolkozz el rajta. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen, szeretlek benneteket. Nagyon szépen köszönjük mesterünknek ezt a mai képzést is. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-nál elkezdtem tanulni, csatlakoztam. Azóta életem több területén is nagyon sok pozitív változás lett. Kezdeném azzal, hogy elértük azt, hogy már majdnem teljesen, hogy szabad életünk lehet. Ugyanis én is beleestem abba a dologban, hogy ugye nem oltattam be magam, és ezért a munkahelyemet ott kellett hagyni. Akkor egy picit úgy rosszul esett, de aztán nem sok időre rá hálát adtam a Jóistennek, hogy el tudtam jönni. És úgy alakultak a dolgok, hogy egyre többet tudtam foglalkozni a szervezéssel, és hónapról hónapra meglátszott a jutalékunkon, az eredményünkön, és azóta semmi pénzért nem cserélném le ezt a tevékenységet, ugyanis miért is tenném, ezért születtünk erre a bolygóra. Mindannyian ezért születtünk, hogy ez az utunk, ez a közös célunk, hogy tegyünk egy élhetőbb, szeretetteljes világért. És ahogy mesterünk említette, ugye 420 forintba kerül egy óra a tandíja. És többen mondják azt, hogy miért nem ingyen adja a mester a tudást. Hát gyakorlatilag ez az összeg majdnem csak, mintha ingyen lenne. És higgyétek el, hogy nem ennyit ér. Én mindig mondom, hogy megfizethetetlen, felbecsülhetetlen az érték ezeknek a képzéseknek, mert olyan változásokat ért el nálam, bennem ezek a módszerek, amiket megtanulunk, hogy reggel is sorolhatnám, hogy mennyi mindenben változtam. És életemben ezért vagyok a leghálásabb, hogy a fentiek ide irányítottak, és hogy megléptük ezt a párommal, hogy igen, ezt éreztük, hogy nekünk itt a helyünk, és ezért születtünk, ez a dolgunk. Múlt héten volt egy eset rá, hogy önbizalmunk párommal együtt, hát a nullán volt, nagyon az évek alatt sikerült ugye ezt megnyírbálni szülőknek, tanároknak, stb. És kemény, nehéz munka volt, de sikerült az önbizalmunkat szépen lassan visszaépíteni. És volt egy eset rá a múlt héten, hogy kimertem állni. Egy olyan dologért, ami egy iskolai dologról van szó, hogy ugye több szülőnek nem tetszett ez a dolog, de senki nem mert szólni. És én, nekem elegem lett. És odaálltam. Elmondtam, hogy mi nem tetszik, és pozitívan jöttünk ki a dologból, mert azóta sikerült elérni azt, amit szerettünk volna. És én erre büszke vagyok magamra, mert én ezt egy pár évvel ezelőtt talán nem is olyan sokat kell mondjak, még ezt nem mertem volna megtenni. És az, hogy ebben a világban szabad életet élhetünk, és olyan csodálatos emberekkel lehetünk körülvéve, mint amilyenek itt a szervezetben vannak, hát az felbecsülhetetlen. És olyan erőt ad, olyan biztonságérzetet, hogy van egy ilyen erős háttér mögöttünk, mint a mesterünk. Tényleg nem tudok ettől pozitívabb dolgot. És még azt szeretném tanácsolni, hogy ugye mesélhetnék én reggelig itt a rengeteg jó dologról, ami történt itt velünk, és amit a mesterünknek köszönhetünk a módszerei által.
de ugye ezt vagy elhiszitek, vagy nem. És a YouTube-on van egyre több véleményvideó a mesterről és a PPH-ról, ugye vezetők, igazgatók által, és én ajánlom figyelmetekbe, hogy ezeket hallgassátok. Hogy ne csak tőlünk halljátok, hanem mástól is. És ugye, de ez is olyan dolog, hogy most mi hiába mondjuk ezt el, ugye a legtöbb ember úgy van vele, hogy hiszem, ha látom. De ez nem úgy működik. Én is így éltem annak idején, hogy majd hiszem, ha látom dolgokat. De nem, először nem látni kell, először hinni kell valamiben, hogy azt majd meglássuk, megtapasztaljuk. És meg kell tapasztalni előbb a dolgokat, hogy majd azt meglásd, hogy a te életedben is majd milyen jó lesz, milyen változások fognak végbe menni. És én biztatok rá mindenkit, hogy gyakorlatilag a mester mindent elmondott, Tandíról, stb., hogy jöjjön és kezdje el, lépjen rá az élete nagy útjára, amiért itt vagyunk, és kezdje el a pozitív változásokat az életében. Nem fogja megbánni senki, ezt garantálom. Köszönöm. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta ugye az életem minden területe egyre jobban működik, és ugye miért van ez így? Ez itt a nagy kérdés. Többek között azért, mert sokkal jobban tudok gondolkodni, mérlegelni. Ugye mindenki életében vannak bőven olyan helyzetek, amikor valamiről ugye az embernek döntést kell hoznia. Ugyanakkor a nem döntés, az is egy döntés. Régebben ugye azt hittem korábban, hogy én tudatosan gondolkodom, döntök és végül cselekszem. Csak ezzel az volt a probléma, a nagy gond, hogy ezekből elég sok problémám lett előbb vagy utóbb. Ugye milyen problémáim lettek? Egészségügyi, családi, baleseti, anyagi. Szóval rendszeresen kaptam az élettől a pofonokat, beleszaladtam egy-két ilyen nagy boxos pofonba, és meg kell, hogy mondjam nektek, hogy nem esett jól egyáltalán. Ma már tudom, hogy ez mind azért volt, mert ösztönösen hoztam döntéseket, és azért cselekedtem. Mégpedig gondolkodás és mérlegelés nélkül. És tudjátok, hogy mit látok? Ugyanezt látom az emberek jelentős részénél. Viszont mióta itt a PPA Nyílt Akadémiánál Szedlacsik Miklós mesterkócstól kapok tudást és módszereket, és ezeket elkezdtem be is építeni az életembe, a magán és az üzleti életembe is, azt vettem észre, hogy egyre jobb döntéseket tudok hozni az életem minden területén. Ezáltal nem mellékesen egyre boldogabbnak is érzem magamat. Miért? Mert egyre jobban értem az összefüggéseket az ember és az élet működésével kapcsolatban. Ezek által egyre tudatosabban figyelek arra, hogy gondolkodjak és mérlegeljek bármilyen döntés előtt. Nagyon szeretném kiemelni azt, hogy itt teljes rálátásunk van, az ember és az élet, és sok esetben a világ működésére is. Biztos vagyok benne, hogy akik itt tanulnak, ti mindannyian tudjátok azt, mert már megtapasztaltátok, hogy ez a mai világban egy felbecsülhetetlen kincs. A világ összes pénze, vagy vagyona, vagy aranya, vagy bármi nem ér annyit, mint amit itt kapunk tudást és módszereket a mesterünktől. Ezt mi ugye a 7 év alatt mind megtapasztaltuk, és ugye akik régebb óta itt vannak, mind el tudják ezeket mondani. És azt is tudjuk, hogy ez mind egyben messze a legkedvezőbb feltételekkel, csak itt nálunk érhető el, sehol máshol. Nekem
óriási hiányt pótoltak be az életembe ezek a képzések, amiért én személy szerint rendkívül hálás vagyok Szedlacsik Miklós mesterkócsnak. Igen, akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen pozitív irányba megváltozott az élete, és sokkal-sokkal jobbá vált, és folyamatosan jobbá válik az élete. És még egyszer én azt javaslom mindenkinek, hogy ne halogassa a döntést, és kezdjen el tanulni itt nálunk a Nyílt Akadémiánál. Biztos vagyok benne, hogy senki nem fogja megbánni. Tehát akkor még egyszer gyorsan az első havi tandíj 19.700 forint, most akciósan, és akkor a következő hónaptól mindössze már csak 9.800 forint lesz havonta a tandíj. Jaj, bocsánat, 12.500 forint lesz a tandíj havonta, és ezért az árért, el lett írva, bocsánat, ezért az árért most ingyen kapsz egy saját jövedelemszerző tevékenységet is. Úgyhogy ha megteheted, akkor próbáld ki legalább 3 hónapra a tudást, és ezeket a nagyszerű módszereket. Mindössze most csak 44.700 forint a 3 hónap, és amennyiben szimpatikusnak tűnik az ajánlatunk, akkor személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!